A vízi világtank hajójában él egy összeasszott a fehér föld alatti férgek világtalan szürkés fehér szemű öreg embere, aki az Exxon Valdez belső olajtengerében vigyázza annak mindenkori állapotát. A film első egyharmadában pontosan 3 másodpercre tűnik fel ez az emberi lény. A film harmadik harmadában ez az évtizedek során a füstölők szolgálatában megöregedő ember, a bedobott foszforfákja által berobbantott égő pokolban, feláll csónakjában és tágra nyitott, látomásos halotti szemével. Egyébként a film dramaturgiáját illetően tökéletesen fölösleges betétként. Elevenen elég. A nézőtéren visító, szűnni nem akaró röhögés tombol. Thank you.